ideje keressük azokat a partnereket, akikkel úgy tudunk együtt dolgozni, hogy valahogy egymás munkáját segítjük. Mi ugye hivatásunknál fogva arra esküdtünk föl, hogy kísérünk, támogatunk olyan embereket, akik valami miatt elakadtak, vagy segítségre van szükségük. De hogy közben azt is mutatjuk a coachingban folyamatosan, hogy hogyan érdemes a partnerséget csinálni. És azt gondoltuk, hogy miután a vezetőknek is mindig azt mondjuk, hogy lead by example, hát nekünk is jó lenne olyat mutatni, ahol láthatják, mielőtt még a coachingba megérkeznek, hogy mit jelent nekünk a partnerség. És hát olyan partnert kerestünk, akik hisznek a coachingban, tudják, hogy milyen ereje van a coachingnak, és milyen hatása van a munkavállalói lojalitásra, hatékonyságra, eredményességre, és valahogy így találtunk rá, rátok, meg Gergőre konkrétan. Így van, hát ugye tudjátok, hogy a HRFS-nek az a missziója, hogy megmutassuk, hogy azok a cégek és kultúrák működnek igazán jól, ahol az emberek jól vannak magukkal, felhatalmazva vannak, boldogak, jól dolgoznak. És azt gondolom, hogy az, hogy ezzel valaki foglalkozzon, professzionálisan is akár, ez a coachok feladata. És én azt gondolom, hogy Magyarországon ma ez nincs helyén sok ember fejében, hogy mi is a coach sok feladata, mit várhat el egy coachtól, vagy mit nem várhat el egy coachtól. Sok coach van, sokan mondják magukat coachnak, ez se tiszta, és ez nem segíti azt, hogy ez a nagyon-nagyon fontos dolog, ez így a helyén legyen. És mi így hiszünk a coaching erejében, hiszünk abban, hogy ezt profi szereplőkkel kell csinálni, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor tegyünk valamit közösen a coachingért, és igazából az egész HR szakmáért. Az, hogy mi szakemberként beszélünk a coachingról, és azt gondoljuk, hogy ezt mindenki érti, rengeteg visszajelzésből az derült ki, hogy nem, és hogy nem is biztos, hogy szakemberként mi vagyunk a hitelesek abban, akik be tudják mutatni, hogy mi ez, és az üzleti partnerek tudnak egy másfajta aspektust ebből bemutatni, a HR-esek tudnak egy újabb oldalról megközelítést adni, hogy hogyan tud segíteni a coaching és a coaching folyamat, úgyhogy valahogy így erre esküdtünk fel, hogy tegyük a coachingot a megfelelő polcra, és a partneri együttműködésünkkel pedig a minőség iránti elkötelezettségünket is mutassuk egymás felé, meg így a piacnak is. Én azt remélem, hogy most egy olyan beszélgetés, párbeszéd fog elkezdődni, nem csak köztünk, hanem az egész piacon is, a HR-esek és az üzleti vezetők között, ami arról szól, hogy mi is a coaching, hogy lehet ezt jól használni. Tehát, hogy én annak örülnék, ha ezt nem mi mondanánk meg, hanem mi abban segítenénk, hogy magától a piac szép lassan ezeket elkezdje kikristályosítani, és elkezdje eldönteni, és elkezdjen erről beszélni. Szerintem már ha beszélnek úgy rendesen róla, és olyan fórumot kapnak, ahol ezt sokan látják, és sokan nyitottan állnak ehhez a kérdéshez, és elkezdenek leomlani az ilyen falak, akkor már szuper dolgokat értünk el. Ugyanennek a másik aspektusnát hozzuk mi is, és elkészítettünk egy kérdőívet HR-esek részére, ahol azt szeretnénk felmérni, hogy mit tudnak ők arról, hogy mit csinálunk, mire való a coaching és mire nem. És a következő két célcsoportunkkal is megyünk előre, az pedig a vezetők, hiszen ők is célcsoportjaink, és tőlük is fontos azokat az infókat beszednünk, ami alapján mi a legjobban csinálhatjuk a dolgunkat. És a coach kollégákat is meg fogjuk célozni hasonló kutatással, ahol szintén azt mérnénk fel, hogy ők mit tudnak, miben hisznek, és hogyan tudnak elköteleződni ők is a minőség felé. A coaching számomra egy határtalan lehetőség, hogy közelebb kerüljek önmagamhoz, megismerjem az igényeimet, és utána ezt a körülöttem lévő környezettel is meg tudjam ismertetni, és ezáltal egy befogadó, egy elfogadó értékrendet hozok be, megismerve a környezetemnek, és ugyanígy az igényeit és szükségleteit. Azért szeretem a coachingot, mert olyan értékeket közvetít, amik nagyon fontosak számomra, és amit bennem, a génjeimben ugyanígy megvannak. Ez a önmagammal való őszintesség, a felelősségvállalás, a másik elfogadása, az önmagam elfogadása, és a partnerség, hogy egy szinten vagyunk, és úgy figyelek rád, hogy fontos vagy, elfogadlak, és remélem, hogy ezzel a mentalitással közösen olyat tudunk építeni a coaching által, ami fontos neked, és amit utána tartósan be tudsz építeni a mindennapi életedbe. Nekem két találkozásom is van a coachinggal, az egyik felső vezetőként, amikor is elképesztő sok tanulással gazdagodtunk azáltal, hogy nekem magamnak is volt saját coachom, illetve a felső vezető társaimnak is, és hogy mennyire fejlesztette az együttműködésünket, az önismeretünket, egymás megértését, illetve a csapatunkkal való foglalkozásnak a lehetőségét. A másik szerepem pedig, amikor én magam coachként tevékenykedek, egyéni ügyfeleimmel is, illetve csoportokkal is óriási élmény, amikor azt látom, hogy
ráeszmélnek valamire, ami ott van bennük, csak még nem tudták eddig ezt megfogalmazni, vagy kapcsolódni hozzá, és ezzel nagyon sokat tudnak előrelépni a saját munkájukban, vagy az életükben. Nekem az a személyes küldetésem, amikor emberekkel foglalkozom, hogy összekapcsoljam őket önmagukkal és egymással, és erre szerintem a legjobb terep a coaching, ami egyrészt segít abban, hogy valaki saját magával kerüljön kapcsolatba, másrészt segít abban is, hogy egymással is partnerségben, transzparens működésben, jó kommunikációban tudjunk találkozni, akár azért, mert team coaching, csoportos coaching, akár azért, mert maga a coaching, mint műfaj, olyan partnerséget ételez fel a két ember között, ami mintaértékű lehet bármilyen más élethelyzetben legyünk, akár vezetők, szülők, vagy éppen barátok.